Hölgyeim és uraim, Orbán Viktor. Jó napot kívánok mindenkinek! Örülök, hogy ismét itt lehetek önök között. És a szervezőknek köszönöm, hogy ezt a találkozót erre a nagyszerű helyre hozták létre. Valahogy mindig jól esik ennek a hídnak a lábánál áldogálni. Nyilván van ebben egy kis önzés is, mert az ember a jól végzett munka örömére is gondol ilyenkor. De talán az is eszébe jut az embernek, hogy egy híd megépítése sokkal fontosabb lehet, mint a közlekedési útvonalak biztosítása. Hiszen a két település a Duna két partján eddig is közel volt egymáshoz, látótávolságon belül. Ismertem is még a híd építésekor azt a tréfát, hogy Párkány legfőbb látványossága az esztergomi bazilika. Köszönöm szépen Csáki Pálnak, hogy együtt lehetünk itt a mai napon. Ha van ember, akit nem irigylünk oda át, akkor az ő. A mostani idők nem egyszerűen politikai, hanem személyes helytállást is követelnek tőle és munkatársaitól. Mindannyian látjuk, hogy miközben Szlovákia a fejlődés ütemének tekintetében egyszerűen ellépett mellettünk, amiért egyfelől gratulálnunk kell nekik, másfelől szemrehányásokat kell tennünk saját magunknak. Aközben látnunk kell, hogy ez a nagy fejlődés oda át nem csak áldást hozott a magyaroknak, mert úgy látom megerősödtek oda át azok a szlovák kormányzati erők, amelyek azt gondolják, hogy a magyar kisebbséget megnyomorító új jogszabályokat, a gyermekeinket anyanyelvükön oktató gyakorlat lehetőségét, az iskoláinkat, egyáltalán az anyanyelvi oktatás lehetőségét szűkíteni, nehezíteni próbálják. Úgyhogy egy olyan embernek, mint amilyen Csáki Pál, aki a magyarok érdekét képviseli oda át, nincs most könnyű dolga, amikor a szlovákokkal szemben is érvényt kell szereznie a magyar kisebbség érdekének. De azért sincs könnyű dolga, mert belül sincs minden nyugvóponton, naponta kapjuk a híreket arról, hogy a magyar koalíció pártján belül milyen politikai feszültségek léteznek, és saját tapasztalatból is mondom, választási kampányra úgy menni, hogy az ember házatáján nincs minden rendben, nos, ez kétszeres erőfeszítést és koncentrációt követel az embertől. Úgyhogy Pali, azt kívánjuk neked, meg a munkatársaidnak, hogy mind a párton belüli, mind pedig a pártot körülvevő a szlovákokkal fönnálló feszültségeket sikeresen kezeljétek, és legyen számotokra a mostani európai parlamenti választás egy megerősítés, amelyben kiállnak melletted, a mostani vezetés mellett, valamint a magyarok érdekei mellett a folyó túlsó oldalán élő magyarok. Sok sikert kívánok neked, köszönjük, hogy eljött. De most egy olyan választás előtt állunk, amikor azt is figyelnünk kell, hogy mi történik Székelyföldön, a Párciumban, és mi történik a Felvidéken. Ugyanis ennek a választásnak nem csak magyarországi, hanem Kárpát-medencei tétje is van. Az fog eldőlni ezen a hétvégén, június második hétvégéjén. Az fog eldőlni június 6-án és 7-én. Az fog eldőlni, hogy a Kárpát-medencei magyarok mindösszesen hány képviselőt küldenek a brüsszeli parlamentbe. A brüsszeli parlament nem a világ legfontosabb helye, de az egyik nagyon fontos helye. A következő 5 évben a magyar ügyek képviseletének sikere azon áll vagy bukik, hogy a magyarok milyen súllyal tudnak megszólalni, milyen súllyal tudják bemutatni javaslataikat, törvényjavaslataikat, saját gondjaikat, bajaikat, milyen súllyal tudják hozzátenni Európához a saját gondolataikat a következő esztendőkben. És hogy milyen súllyal, az pedig azt határozza meg, hogy hányan vagyunk. Ugye a régi korokat a modern demokráciától azt különbözteti meg, hogy régen a szemben álló felek beszakították egymás fejét, most meg megszámolják egymás fejét. Ez nagy különbség. A brüsszeli parlamentben is így történik ez. Amikor a végén megszámolják, hogy mennyien vagyunk, na ott dől el egy-egy kérdésben, hogy sikerrel képviseltük-e a magyarok érdekét, vagy nem. És ha jól megszámolom, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor a magyar képviselők mellett, a Magyarországról odaérkező képviselők mellett, mi még attól függően, hogy milyen sikeresen kampányolnak a bajtársaink Erdély országban, 3 vagy 4 erdélyi magyar is érkezik majd a brüsszeli parlamentbe, hogy itt a Felvidéken hogyan és milyen sikeresen zajlik a kampány, 2 vagy 3 képviselő is érkezhet a magyar parlamentbe. Induljunk ki abból,
hogy átmegy a magyar baloldal is azon a változáson, hogy a nemzeti ügyekben hajlandó összefogni velünk Brüsszelben, és már is nagy számban egy európai közép nemzethez méltó számarányban képviselhetjük majd a magyar ügyeket. Azt kell tehát mondanom, hogy ennek a választásnak hosszú idő után először igazi Kárpát-medencei tétje és jelentősége van, még hogyha a kárpátaljaiak és a délvidékiek egyelőre még a teljes magyar pannóról hiányoznak is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban én elsősorban azért jöttem ma ide el Önökhöz, hogy a változásról beszéljek. Ez a híd maga is a változás szimbóluma a számomra. Gondoljanak arra, hogy ez megváltoztatta a folyó két oldalán élő emberek életét. Megváltoztatta egy kicsit a történelmünket is, és egy kicsit megváltoztatott bennünket is. Mert micsoda felemelő érzés volt, nem egyszerűen egy hidat építeni, az mindig jó dolog. De egy olyan hidat építeni, amikor azt mondhattuk, hogy egy olyan hidat építünk föl, amire 50 évig nem voltunk képesek. Valami olyasmit hajtottunk végre, amiről már azt hittük, soha nem fogjuk tudni megtenni. Ezért ennek a hídnak a fölépítése az nem egyszerűen Párkány és Esztergom összekötése, ennek a hídnak a fölépítése az önbecsülés és az öntudat visszatérésének is szimbóluma az én számomra, és jel, bíztató jel a jövőt illetően, mely arról szól, hogy akármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, ha 50 évig is csókok állnak ki a vízből, egyszer eljön a pillanat, amikor képesek leszünk változtatni a dolgokon. Higgyék el nekem! Azért is akarjuk lezárni a korszakot, hogy egy új, szebb korszakot nyissunk, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Nem csak ti lehettek büszkék a saját eredményeitekre, kedves Pali, odaállt a túlsoldalon, azt szeretnénk, hogy mi is legalább annyira büszkék lehessünk a magyar gazdaság állapotára, fejlődésére és életszínvonalára. Az egész Kárpát-medencei magyarság is egyet akar. Ez azt jelenti, hogy gondoljanak arra, hogy június 7-én, amikor elmennek választani, mindenkire várni fog valaki a szavazófülkében. Várni fog egy másik magyar. És nem csak Esztergomban, nem csak Budapesten, de Kézdivásárhelyen, Szatmárnémetiben és odaállt Párkányban is. Ennek reményében sikerült Önöknek, kívánok Önöknek sok erőt, jó egészséget, magas részvételt és sikeres választási eredményt. Köszönöm, hogy együtt lehetünk. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!